Sziasztok, ez itt a Bögre Imperátor Róm sorozatának 12. epizódja, és onnan folytatjuk, hogy legutóbb abba hagytuk. Hirtelen meg kellett nézni, hogy kivel vagyunk megint háborúban. De most, oké, az én mentségemre szóljon. Azt mondtam, hogy béke lesz, és technikli nincs béke, de egyrészt nem érdeltek róla, hanem a szövetségesen. Másrészt a mi területünkön béke van, harmadrészt azért akartam békét, hogy csökkenjen az agresszív expansion, meg csökkenni fog, mert nem fogunk területet szerezni ebben a háborúban, amit Makedónia folytat mindenki ellen is. Ja, mindenki ellen, aki itt lakik. De Makedónia legyen erős. Hoppá! Wow! Itt esküszöm nem volt váltás, nem tudom mi történt. Hogy ugrott le oda? Láttátok ezt? Őrület! Na jó, remélem minden rendben van a felvétellel, meg a mindennel is. Amúgy, amit nem vettem észre, vagyis észrevettem még az előző előtti felvétel után, hogy emlékeztek, hogy ez a terület Spártája volt? Na most már Pressosé. Szinte az egész Kréta. Nagyon érdekes. Érdekesen változott a helyzet. Kapunk három stabilitást és 10 lojalitást Halkeniustól, akivel amúgy ugye vannak gondok. Ő volt az, akinek szabad kezet adtunk, igaz? Ja, nem eszik is szépen tőle a korrupciója 0-15-tel. Mondhatjuk azt, hogy nem, vagy mondhatjuk azt, hogy talán. Ezek a lehetőségek vannak. Omen Power plusz 15%. Religious Tech Investment plusz 5%. Minimálisan resztért cserébe és még 5 stabilitás. Legyen ez, ezt tetszik. Jobban, mint hogy 3 stabilitást nyerünk. Most mit csináljuk a stabilitásra? Kirakasztjuk a falra? Vagy kitabilitázzuk van a szobát? Vagy mi? Nem. Így a jó. Mi ez a flottámmal? Hát az a baj, hogy mire a flottám elindul, hogy megölje a kalózokat. Tehát a kalózok már 3 kontinenssel odébb járnak. Nem szórakoztató játék. Nem szórakoztató ez, amit csinálsz velem. Arra kell most figyelnem, hogy mondjuk ne menjen az aggressive expansion, mondjuk, vagy hogy nem az, hogy ne menjen lol. Nyilván ne menjen nulla alá, hanem hogy amíg mondjuk 20-ra nem esik le, addig ne indítsak háborút. Úgyhogy most ilyen országrendezős részek jönnek, akit ez annyira nem izgat, az ha utolra nézi, akkor tekerjen előre. Ha meg így IRL nézi, akkor meg, mármint nem csak, hogy egy rész, hanem valószínűleg több rész is lesz. Akkor pedig azt tudom tanácsolni neki, hogy nézzen szét a csatornán, rengeteg érdekes dolog van még ezen túl, amivel ültheti az időt, amíg végre valami érdekes is fog itt történni. Bár megint csak én ragaszkodom hozzá, hogy az Imperátor az a paradox játék, a CK2 mellett, és a Victoria 2 mellett, arról nem beszélek, mert arról nem tudok sokat. Aminél ténylegesen érdekes dolgok történnek béke időben is. Egyébként nézzétek, hogy milyen elképesztően növekszik a pontunk. Őrület! És mi vagyunk a legjobbak a világon. We are simply the best. Ehhez képest mondjuk a hadseregünk ezt nem mutatja. 41 ember, 41 ezer, itt 53, 59-es flotta, itt 94-es, szóval vannak gondok. Femin spreads, nagyszerű, pont ez hiányzott, egy jó kis régi módi Femin. Na mi a helyzet? Láciumban úgy tűnik, hogy van egy kis para, elkezdtek az emberek felhalmozni a kajákat, és ezért éhínség van. Mert hogy Aeternumban megérkeznek menekültek, és ők is ennének, és ezért éhínség van, mert az gazdagok meg elkezdik felhalmozni a kaját. Ismerős ez a kaja felhalmozás valahonnan, nem? Milyen, hogyha akár kicserélem WC papírra? Ha nem avatkozunk közbe, akkor nagy bajok történhetnek. Be kell avatkoznunk most. Icadion Salvi kap egy jó adag lojalitást. Ő egyik, mint kormányzó? Értem. Nem is ártana neki. Vagy hibáztathatjuk őt. Mondjuk az annyival jár, hogy 68 pénzt veszítünk, ami elég sok. Vagy vigyünk el kaját Etrúriából, Icadion ennek örülni fog, az etrúriaiak annyira nem, és ott veszítenek 15 kaját, meg 15 lojalitást, 100 kaját, átállunk a 100 kaját, és ez 10 political influence-be kerül, vagy pedig utánunk a vízözön, azt csinálnak, amit akarnak. Hát az a kérdés, Lácium. Lácium szerintem, ezt inkább megnézem, tehát Lácium már szerintem elég sok kajának kéne lennie, 1100, és 17/2-vel növekszik havonta. Tehát elvileg meg sem fogják érezni ezt a dolgot. Amúgy, melyik terület? Nem Etrúria az, hanem
Alternum, aha. Hát mondjuk amúgy itt sincs akkora para, mint annyira játék előadja. És amúgy is csökken a lojalitás a 0-21-jel, azt miért? Importing már valamit, amitől... nem, az itt nem fog működni. Itt az fog működni, hogyha kinevezem, hogyha építek egy hadsereget, és azt odadom ennek a bácsinak, aki ugye nem lojális. Food shortages. Mondjuk... Loyal Promise Loyalty 0.01 vagy 0.1.0, ott már nincs még egy pont, ez nem egy IP cím. Promise of Etruria gains diverted food, tehát ők fognak veszíteni lojalitást. 0.02-vel növekszik éppen. És nagyrészt Icadion Salvinak köszönhetően csökkent. Kösz Icadion, te vagy a legjobb arc. Tehát ha ezt választom, ami a legjobbnak tűnik, akkor ott csökkenni fog a lojalitás. 0.1-jel, miközben növekedni meg 0.02, tehát 0.08-al fog csökkenni. Ez nem tűnik mondjuk annyira szörnyűnek, szerintem ezt ki lehet húzni. Mennyi ideig fog ez tartani? 60 hónap, az barátok között is 5 év. Remélem. Igen. Az 5 év, szóval addigra ő is meghalt talán. Icadion, te hogy van mostanság? Ó, rohagy meg. Sajnos nagyon jó. Nagyon jó bőrben van. Mert az is igaz, hogy nem sokára újra fogják dobni az összes lojalitást, hiszen meghal a király, éljen a király. Mondjuk ez is jónak tűnik, és ezért meg senki nem veszíteni lojalitást. Csak ez meg pénz. 68 arany. Bár mondjuk 5 arany a bevételünk. Jó, legyen ez. És akkor hát a kicsit javul a lojalitás. Ó, oh, wow, elkezdett orrítani a zene. Miért csökkent le az előbb? Az esemény miatt? Az eseménykor lecsökken a zene. Ha! 0.07, most csak 0.02-vel csökkenti az Icarion. És itt pedig 0.16-at vannak gondok. Rex Decimus offers friendship. Ki vagy te? A Poseidonia királya. Ó, jó. Legyünk barátok, nem... tart sokáig már ennek az embernek az élete, de az élete végén is talált barátokat, mert ennyire népszerű ember volt. Fél év van neki még hátra. Kicsit több, mint 24 hónap. Nem mondtam semmit, 24 hónap van hátra. Nem mondtam. 24 hónapot mondtam, nem fél évet. Véletlenül is a marosz irányba osztottam, megszoroztam. Hogy áll valójában Makedónia háborújával? Nem szívesen küldenék át oda embereket, ha nem muszáj Makedónia, tudod? Ink próbálni magadnak megoldani ezt. Nagy fiú vagy te. Mi itt el vagyunk foglalva egyéb fontos dolgokkal. Például itt már elkészültünk az építkezésekkel, itt is, szóval már csak ez van hátra. Két épületet kell felhúznunk, amire van is pénzünk. Úgyhogy gratulálok, Bancion, kapsz épületeket. És itt elég sok rabszolga, szóval már elég sok ez is. Építünk egy tax office-t, ami... ugye adja majd a bevételt a sok Freemanből, mert abból is van, hál' Istennek. Ez az egyik. A másik pedig... szerintem itt a kultúrájuk nagyjából rendben van. Ah, itt nagyon jó. Itt mindenki nagyon jó kultúrájú. Ti vagytok a legjobb arcok. Pop output plusz 1%. Local manpower plusz 10%. Mennyi manpower jön ebből be? 8. Még a 10% az 0.8. Tehát... egyel sem növekedne a manpower. Szóval annyira lehet, hogy nem érné meg ez a dolog. Valami olyasmit kéne, amitől gyorsabban nőnek a popok. Mondjuk... kaja... granary. 1200 kaját tudunk így is raktározni. Ugye, minél több kaját tudunk raktározni, annál nagyobb mértékben nő a pop. Én legalábbis most hirtelen ezt mondja nekem a belső sugallat. Ez meg egy érdekes esemény lesz, mindjárt megnézzük. Granary library-ből még nincsen, mert hogy nagyon kevés itt a citizen, aha. Mitől lesznek boldogak a freemanek? Nem mintha nem lennének alapból boldogak, de fórumtól, mert tudnak pletykálni mi. Jó van, én tudom, hogy mire megy ki a játék, de nem. Library-t építünk, nem pedig fórumot. Miraculous recovery, Agatocles meggyógyult az inflammation-ből, akkor már csak a további 4 betegsége öli.
Jéj! Mi van még? 0,33-mal csökken most már, ami azt jelenti, hogy 3 hónap alatt csökken le egyel, ami azt jelenti, hogy 30 van hátra, ami 30 hónap van hátra, ami azt jelenti, hogy kicsit több mint 2 év. Tehát most 24-ről felment 30 hónapra az élete. Cool. Sose volt még ilyen jó. Az a kérdés, hogy mikor tudjuk Szirakúzát vajon felhúzni egy ilyen magasabb szintre? Pop 66 per 66? Nem mondod. Ugye 80 pop kell ahhoz, hogy Metropolis legyünk, viszont ahhoz, hogy ezt elérjük, építenünk kell akvaduktot. És most éppen úgy volt rá pénz, de sikerült, és eljön egy pénzes esemény. Hagamokész elveszi 180, ez nagyon sok piros szám. 374 aranyat kapnánk, 4 tirannit. Hegamokhoz Kilisztratit veszít 20 lojalitást, és kap 20 korrupciót. Te ki vagy? Nem túl fontos karakter, úgy látom. A korrupció az nullán van. És te így vagy valaki? He's the Archaeatros. Tehát ott van a kormányunkban. Nem veszítene ezzel ez a jó ember lojalitást, akkor én ezt szeretném. Ja, bezártuk a dutyiba. Akkor mindegy. És fel is szabadult az Archaeatros pozíciója. Tudunk Karkinosznak, mert Karkinosz nagyon jó arcnak tűnik. Más kérdés, hogy lehet, hogy most nem most kellett volna lecserélnünk a gyógyászunkat. Most, hogy vannak gondok, így az egészségünkkel. De hát, hogy igen. Ó, Demodanász, emlékeztek az előző részből? Na, visszatért! Úgy tűnik, hogy bejárta a hegyet, völgyet, dimbet, dombot, bejárta Makedóniát. Nem járta be, onnan származik. Makedóniából származik, és hogy nagyon, nagyon meg van viselve az arca. Szeretné még folytatni az utazásait, és cserébe adna egy gyártyatartót? Indusból származó gyártyatartót. Whale Fat Candles appears in Syracuse's treasury. Veszítünk 189 aranyat, és Demonadas ambiciózus lesz, vagy elküldjük, és megőrül, ez egy megoldás, vagy pedig mondjuk, hogy költözöm be. Nőtt egyet, amíg oda volt, addig egyenlőtt a civic pontja. Ne, menjen tovább. Kíváncsi vagyok, hogy végződik a kaland, most csak azért is. Meg újabb cuccot szereztünk, lehet már leírtátok, hogy mit tudunk kezdeni ezekkel a dolgokkal a kincstárunkban. Csak azóta nem... tehát ezt egymás után veszem fel az előző résszel, úgyhogy nem volt lehetőségem megnézni. Tehát itt kéne megjelenni olyannak, hogy szeretném ide berakni, nem? Mert itt nincsen opció, hogy ide szeretném rakni. Szirakúzában vannak, viszont Szirakúzában nincs hely neki. Ez nagyon különös. Nem tetszik fajta különös, nem a tetszik fajta különös. Tehát elvileg azt mondja a játék, hogy itten van-e, itten található ebben a templomban, de nem található itten ebben a templomban. Lehet, hogy itt van valahol az utcán el van rakva oldalra, vagy egy raktárban, mint a Fridláda. Na végre, találtál pirátokat? Hát oda ne rohanjak, megőrülök, mennyire ügyes vagy. Keres tovább. Szóval valahol ott vannak ezek a tárgyak. Nem tudjuk őket lerakni. De biztos vagy benne, hogy egy ilyen bug nem marad benne a játékban ennyi idő. Szerintem nem. Lehet, hogy akkor lehetne csak lerakni, hogyha a megfelelő istenséghez imádkozunk. Őt tudjuk kicserélni. Nem, pont hogy őt nem tudjuk kicserélni, őt ki tudjuk. Meg Athénát is ki tudnánk. Heraklészra mondjuk. Heraklész adna nekünk Ron Culture Happiness plusz 6.25, ami nem lenne rossz. Egyelőre, mert most már vannak páran. Multimeter Experience helyett. Jó, legyen, cseréljük ki. Veszítünk stabilitást. Oké. Okay. Ez az! Be tudjuk rakni a gyertyánkat! Vissza is kaptuk a stabilitást. Megvan, hogy kell csinálni, juhú! Szóval akkor lehet beraknod a tárgyat, hogyha az adott istenhez imádkozunk. Nem csak, hogyha van egy random imahelyünk. Jó!
Akkor az Akragasi templom most be tudom rakni, vagy a Whale Fat Candle-t, Local Awareness minusz 1, mert nincs szükség szerintem itt, Akragasban, vagy pedig Popular Growth plusz 0.1, mindenképpen ezt. Yes! Megoldottuk! És amúgy ez a Discipline plusz 6, ez jól fog jönni. Majd a jövőben. Hogy esetleg háborúznánk, mert hogy fogunk még, tudom, hogy nem úgy tűnik most, de fogunk még háborúzni, vittek ki egy kis sót. És akkor ettől elvileg most boldogabbak az emberek. A latin emberek, akik eddig boldogtalanok voltak. És már is csak 0.04-jel megy lefelé a lojalitások. Kit küldjünk? Hát Paulus küldjük, mert neki nincsen semmi dolga. Paulus, csomagolj! Többet nem fogunk látni. Mármint, de. Mert ő nem rabszolgának megy kivételesen. Megkészült már az eset? Nem készült el. Miért nem készült el? Ja, mert még most épül itt egy épület. Most van kész a küldetés, és kapunk egy ingyen provinciális investmentumot. Következő pedig Supply Apulia. Import two or more of the following trade resources of province Apulia. Kaját kell Apuliába behozni. Kettőt. És egyre van helyünk, úgyhogy most azt fogjuk csinálni az egyik a ingyenes investmentet, azt arra fogjuk használni, hogy local import route plusz egy. Ez az egyik. Van még egyébként kettő ingyenes investmentünk. A másikat a fővárosban rakom le, mert miért ne. Local import route plusz egy, szintén. A harmadikat pedig megőrizzük magunkat emlékezetünkben. Halekononus meghalt, ugye ő volt az, akit lefizettünk, és mondtam, hogy nem sikerül meghal, és meghalt. Szóval... nem mondom, hogy jövőbe látok. De azt sem mondom, hogy nem. Tullusavius, te vagy az új hierofánt, remélem tetszik a pozi. Én hogy állok? Élek még? Halok? Ó, jaj. Ó, jaj, de nagyon zavarba ejten kicsi az a cuccot. 20 hónap maradt? Azt hiszem igen. Jól számolok. Nem sokat segít egyébként az ember. 0.01-jel növeli a gyógyászunk a dolgot. Nem nyert Liesis Minedumere Bédis. És megint polgárháborúval zaklott a játék. Ikadion! Mi a bajod? Most már meghalok, most már nem fogok semmit csinálni, addig még meg nem halok. Mert akkor az megint ugye újra rendezi a dolgokat. Van-e valami jó kis találmány? Van itt egy adós találmány, turbulens papok. 95 arany, 5 lojalitás Tullusnak, vagy mínusz 10 lojalitás Tullusnak. És 5 legitimációvesztés, ezt szeretném. Panaszkodjanak csak a turbulens papok. Szóval itt ez a National Tax Modifier, vagy Capital Import Route, ez se rossz. Legyen a National Tax 525. Nem költöm el most a pénzem, hát hülye vagyok. Nem költöm el a pénzem, mert ki tudja, hogy mi lesz itt, amint meghal a király. Lehet, hogy szükség lesz arra a pénzre, hogy felvegyünk mörköket. Ezt se lehet tudni. Előtt eszembe nézzük meg, hogy mi a helyzet a világban. Most megnézem, és addig ti is nézzétek meg, és utána megbeszéljük. Jó? Ez ilyen önálló munka lesz. Nagyon izgalmas dolgok zajlanak a világban. Nem, de mondjuk, hogy igen. A Szeleukidák erősek, Egyiptom erős. Többé-kevésbé van itt egy dodekakos olyan felkelés. Ja, az nem is hozzátartozik, hanem az dodekakos olyanokhoz tartozik. Értem. Mauria küzd Parkerniával, ami szerintem eddig létezett. Bye Parkernia, vagy micsoda. Mit akarnak kivinni? Lágykeveri disziplina, move slave coast, ezek nem annyira érdekelnek. Erre viszi a pici. Nem igazán járja be azt a karriert, amit velem. Dumnónia pici. Senki nem ragadta meg magához a hatalmat a brit szigeteken. És kivel szoktunk még lenni? Hát Makedónia being Makedónia, Róma az megint egy más tészta. És azt hiszem nagyjából ennyi. Messze van még a polgárháború? Annyira nem egyébként. Mennyi van még neked hátra? Ez 3.62, és még rossz a harvest is. Kapok 10 korrupciót, de 15 népszerűséget, ezt szeretném, mert nem érdekel a korrupció. Tehát most már mindjárt meghalok. Kit érdekel ezen a ponton már? 10 hónap? 12? 11? Valahogy így.
Nézzem, hogy van-e valami érdekes itt. De... nincs. Nincs semmi érdekes, úgyhogy csak várom a halált. Ah, valaki... valami hajó a partjainkra került. Veszítenénk 100 aranyat, 95 aranyat, de Ikadion nyerne 10 lojalitást. Azt hiszem, ez egyetlen opciónk. És akkor elmúlik a polgárháború. Többiről ne is beszéljünk. Gondolom odaadtuk neki, amit találtunk a hajón, cuccokat, hogy ilyesmi történt. Elolvashattam volna az eseményt, való igaz. Abszolút, de meg akarom hagyni nektek, hogy ti magatoknak olvassátok el. Csak is ezért nem olvastam el. Haladnak a provincial investmentek, és most már tényleg csak a halált várom. Meg a CK2-t. Nem, a CK3-at, az viszont nagyon. Nagyon-nagyon, és még nagyon zavar, hogy még azt sem lehet tudni, hogy mikor fog jönni. Na, amúgy szép kort ért meg az űrge. Nem tudom, hogy mikor lett uralkodó, ezt valahogy meg lehet nézni. Mármint nyilván meg lehet nézni a ledgerből. Itt vannak, hogy a rulers, ő mi csak a második uralkodónk. Azt a rohadt! Wow! 19 évig volt az első, ő pedig 69-től 90, hát most már szerintem még beírhatjuk 95-öt neki. Ami 29 év? Nem. Távolról sem. 69, 79, 89, 26 év. 26 év. Na ezért szerencsé, hogy nekem nem kellett matek érettségiznem a minap. Ezért is. Makedónia mindjárt elfoglalja a Trákiát, én nagyon sok sikert kívánok hozzá. És Athén szeretne velünk nem szövetkezni, csak kereskedni. Én meg mi van, hogy nem szeretnék veled kereskedni, ha? Akkor mit lépsz, Athén? Elkészült itt a... akvadukt, úgyhogy szépen növekedhetnek tovább a popok. Remélem teszik is, mert szükségem van itt a Metropolisra. For reasons. Egyébként annyira nincs, de mindenképpen szórakoztató lenne, hogyha lenne egy Metropolisunk. Mert hogy jelenleg Kartágó van Metropolis, nyilván. És van-e másik Metropolis a világban? Még Róma sem Metropolis, mindjárt megnézem Rómában mennyien élnek. Alexandria. Oké, és itt pedig lesz még egy Indiában. Ami a játék kezdetén is Metropolis, Pataliputra. Na az a kérdés, hogy például Rómában mennyien laknak? Kicsit kifosztottuk a várost, emlékeztek, szóval ilyen tekintetben lehet, hogy a legtöbben azok már meghaltak. Megvan az új királyunk, Karkinos Agotoklid az első. Sötét hírek, meghalt ő, igen, és itt van a krízis. Veszítünk úgy stabilitást. És Archagotos Agotoklid elköltötte a pénzét, hogy felállítson egy erős sereget. Honnan lett ennyi pénze? God damn it! Jó, oké. A jó hír az, hogy egyenlőre nincsen polgárháború. A rossz hír az, hogy nem tudunk semmit kezdeni ezzel a sereggel, apparent sem. Igaz? Disband unit. Mi van, hogy hogy mindenkit hazaküldök? Most ezt meg engedi nekem a játék? Create new unit. Mindenki állt a másik oldalra. Kaphatsz egy embert magadnak. Sok szerencsét! Ide meg kinevezem ezt a Jankót. Bye! Köszi, hogy játszottál. Jó, nyilván elkezd csökkenni a pénzem nagyon. De ez mi volt? Nem voltak hozzá lojálisak az emberek? Elfelejtett a játék rárakni a kis loyalty flaget? Vagy mi történt itt? Lehet ez még vissza fog ütni, de úgy érzem, hogy itt valami furi dolog történt. Közben leölünk egy desznyót. Növekedjen a stabilitásunk. És így növekszik is 0.48-al. Még egy desznyó? Ha? 78.5 ért? Adom. Adom, nagyon adom. Most már 0.68-al növekszik. Cool. És Peitid az, aki nem lojális, de le tudnánk fizetni őt szerintem. Sok pénzt veszítünk. Nem is néztem még át az erődöknek az elhelyezkedését, de azt hiszem most nagyjából rendben vannak. Az új területeken sincsen túl
sok, ami rossz helyen van, ezek csak rossz helyen vannak mondjuk. Ezt te mehetsz is. És ennyi. Ennyivel tudtuk segíteni a dolgokat. Itt van egymás mellett három. Na, erre abszolút semmi szükség. Jelenleg ez Tindarishoz tartozik? Aha. Jó, akkor ezt leromboljuk. A messzán állj erődöt. De sokkal hasznosabb dolgokat lehetne építeni, mint egy erőd. Jó, ezzel egy kicsit spórolunk. A többi maradhat. És nyilván a hadseregből el kéne küldeni embereket. Mondjuk ez a hadsereg magában 9 aranyat eszik. Ha megfeleznénk, akkor kapnánk azt, hogy a... Hogy nullára megy át az államháztartás. Tehát megfelezem. És azt mondom neki, hogy rád itt már nincs szükség. Kapnánk manpower-t belőle. Leesett a manpower-ünk. Biztos az uralkodó személye miatt. Jó. Lesznek gondok, de egyelőre nagy gondokat elkerültük. Azt szeretném tudni, hogy miért nincsen feleségem például. Szeretnék egy feleséget, aki nagyon ért a háborúhozkodáshoz és a karizmatikus dolgokhoz, és nem 80 éves. Mi ez? Mi az, hogy legfiatalabb 64 éves? Viccelni tetszik velem? Kend. Hát ne vicceljünk már. Nincs valami jó asszony itt a, mondjuk, Makedóniában. Neked nincs egy lányod, akit elkérhetni? Ez úgy néz ki, mint a Shrekből a kocsmáros. A, nem tudom, Shrek 2? Valamelyikben. Na itt van egy nő. 4067. 41251. Például őt. Nem tudom meghívni az udvaromba? Nem. Miért nem? Oké, mondjuk azt, hogy értem, hogy megértettem, hogy nem lehet hívni, de mondd el, hogy miért nem lehet meghívni. Még csak lehetőség sincs rá. Mi van Boy? Boynak nincs valami lánya. Jó, hagyjuk. Ő utál. Na, neked. Neked nincs lányod. Kártágó valószínűleg nem adná. Insubriának nincsen lánya. Hát ez így problémás lesz. Tényleg miért nem akar senki hozzám jönni? Valószínűleg azért, mert magas az aggressive expansion-em. Van itt ez a kormányzó. Neki sincsenek lányai. Lehet, hogy ez ilyen általános dolog? Hogy nem növekszenek a családok? Miért nem ezek a családokból közvetlenül? Ez egy kiváló kérdés. Válaszom az, hogy azért nem tudom, hol vannak. Itt. Ó, van két ember börtönben. Na, hát jó, hogy mondod. Tudom, hogy ő volt az egyik kormánytagunk. Ő még nem elég nagy. 14 éves. Mi van az, aki nincsen beimprizonálva? És családokat mutass nekem. Itt van egy fiatal asszony, 4463. Neki van már férje. Uff. Olyat kell keresni, aki most fog megnőni. Igaz? Ez lesz a megoldás. Tehát... Ő 8 éves, nem egészen. 24, de neki is van férje. Mi lenne, ha megölnénk a férjét? Ki a férje? A férje az episztrategoszunk. Közben meghalt a filozófuszunk. Para. De szerencsére Archimedes még él és virul, nagyon sok pénzt hoz be az államháztartásnak. 1.72-re felment a bevételünk. Igazából most csak az aggaszt, hogy nincsen asszony. És a primary erem a kopasz. Goddammit. És most van asszony? Amúgy van asszony! Tehát innen lehetne válogatni, egyik jobb, mint a másik, de... Ebből nem lesz gyerek. Ezt most mondom nektek, hogy ebből nem lesz gyerek. És ezen az elsőleges célja az házasságnak, hogy legyen már egy gyerek. Nem kellene venni legitimáció, szerintem az elemben vagyunk. Ó, Demon az most már legendás. Felfedező, 10-10-13-12, nincs egy lányod? Nincs. Mit mondhatunk neki? Megint kér tőlünk valamit. Ezúttal kapnánk egy Hibernian Chainmail-t, ami Local 4 Defense plusz 10%, az annyira nem érdekel.
Vagy mondjuk azt, hogy fuck off, vagy mondjuk azt, hogy telepedjen le. Amúgy nem kér érte semmit cserébe, szóval végül is idathatod, elrakjuk a többi közé, nagyon szép, kirakjuk a hűtőre. Az a tárgyat, amit adott. Jó, jön a flottám, nagyon jó. Ha nézem csak, mit kaptunk ettől a szerencsétlentől. Hibernian Chainmail. Local 4 defense plusz 10%. Na ezt nem fogjuk még használni, látod? Land mismanagement. Ó, a governor. A governorökkel mindig csak a baj van. Ő neki nem mondhatunk túl csúnyát. Veszítünk 5 popularitást. Kapunk 5 korrupciót. Nem mindenben elég nagy így is, de mindegy. És... neki is nő a lojalitása, meg Etruljának is nő a lojalitása. Legyen ez. Viszont ezzel azt hiszem, hogy ideje véget vetni ennek a mai résznek. Innen folytatjuk jövő héten. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett. Sziasztok!